kis Natasa találkozásom a kis Góliáttal. Meghallom a telefonom ébresztőjét. Egy szokásos sulis nap következik. Elkészülök és elindulok. Elsétálok a játszótér mellett. Ekkor a bokorom mögül észreveszem valami kis állat mozgását. Közelebb lépek hozzá, és alig hiszek a szememnek. Ez a kis Góliát, a kedvenc Disney mesekönyvemből. De mégis, hogy került ide? Körülnézek, de rajtam kívül senkinek sem tűnt fel a különös figura. Tovább megyek, ott hagyván a mesehőst. Másodpercek múlva kis paták dobogását hallom. Ezek szerint észrevette, hogy észrevettem. De akkor mások miért nem látják? Szia! Szólal meg már egészen közelről. Szia! Én úgy emlékeztem, hogy te csak a mesében létezel, de el tudod nekem árulni, mégis mi szél hozott a való világba? Nem a szél hozott, egyenesen hozzád jöttem. De nekem iskolába kell mennem, majd hazafelé utána jöhetsz, de már így is késésben vagyok. Még csak most találkoztunk, már is le akarsz rázni. Nézz rám boci szemekkel. Csalódott, kölyök elefánt képe láttán megenyhülök. Ezért megmondom neki, hogy követhet, de egy szót sem szólhat. Mert ha válaszolnék neki, elküldenek a Dili házba.